föltrepülök egy Hornetben, és a levegő használatáról fogok kicsit beszélni, nem túl sokat remélhetőleg. Először is kezdjük azzal, hogy itt most be vannak állítva dolgaim, emeltleg ugye ez egy levegőben startoló mission, ami azt jelenti, hogy megy ugyan a radar, de 140 fok azimutra van állítva, ami azt jelenti, hogy a gépemtől 70 fokra balra és 70 fokra jobbra a szkennel. Ezt tudom csökkenteni, növelni nem. Tehát kevesebb lehet, több nem. Range or scan módban vagyok, ami azt jelenti, hogy mindent látok, és mindent tudok követni, de egyszerre csak egy célt tudok kijelölni. Egy kicsit az RVR-ről, mielőtt tovább mennék, mert itt látható, hogy a legkisebb körben van benne a 29-es. Ez azt jelenteni, hogy huha, nagyon közel van bármelyik más RVR-en. Nem a Hornetben. A Hornetben ez a kicsi rész, ez a non-lethal range. Ez azt jelenti, hogy itt van, de nem számít, nem érdekes, mert nem tud elérni ideig semmiféle rakétájával. Ha ide kintre kerül, az a kritikális, vagy az a critical range, a középső pedig a lethal range. A lethal az ugye veszélyes, tehát hogy életveszélyes számomra, lehet az is. A legkülső rész pedig a kritika. Ez azért érdekes, mert ugye itt nem nagyon fogunk lenézelődni, meg ilyesmi, hogy na most akkor mi van ott, mi történik az RVR-en, ezért is lehet azt csinálni, hogy tudom mik vannak a gépemen, nem érdekel engem, a menügombot megnyomva az EV-be belemen be, itt látom ugyanezt, csak nagyban. Itt akkor meg is állnék egy picit. Ismét. Ezt előbb eltüntetjük, hogy... Na most ugye eddig úgy arról volt szó, hogy a dispensert, hogyha bypass-szer rakjuk, akkor lehet egyesével flare-t meg cseffet lövöldözni, és hú de jó lesz nekünk. Ami így is van továbbra is, de úgy néz ki, hogy ha az on-ra van rakva, akkor az aft és forward gombokkal lehet használni az úgynevezett programokat. Na most, ez a program, ez úgy kéne, hogy működjön, hogy ugye az ALE47, ugye ez az EV page-en vagyunk, az Electronic Warfare page-en vagyunk, ez az ALE47 gombot meg kell tudnom nyomni. És itt addig nyomkodom, amíg ugye ha ezt megnyomom elsőre, akkor látom, hogy Chef-ből 60-an van, Flare-ből 30-an van. Szuper! Megnyomom a mód gombot itt alul, és azt mondja nekem, hogy MAN 1. Oké. Okay. Megnyomom az ARM-et. Picit megint megállunk. És akkor itt meg tudom mondani neki, hogy huha, ez már egy csomó minden. Alapvetően nem bonyolult, cseffet kijelölöm, és megmondom, hogy a fölle gombokkal választom, hogy hány darabot dobjon a cseffből. Flare-t kijelölöm, ugyanez fölle gombokkal, hány darabot dobjon belőle. OTH 1-2 most nem érdekes, repeat RPT, itt ugyanez. UFC-n is meg lehet adni a repeatnek, de azt hiszem, hogy nem biztos, hogy ez még be van nyomva, mármint, hogy ugye megnézzük. Így is, hogyha azt mondom, hogy 5, nem, még nem lehet, jó, nem baj. Tehát a lényeg az, hogy ugyanígy repeat, illetve interval lehet növelni, csökkenteni az időt. Ha azt mondom, hogy 0,5, 4-szer, akkor ugye fél másodpercenként összesen 4-szer, ez azt jelenti, hogy 2 másodpercig egy cseffet és egy flare-t fog release-álni. De mondjuk most legyen látványos, dobjál ki mondjuk 5 flare-t,
ugye 30 darabom van, 5x4 az 20, majdnem az összes flat ki fogom dobni. És chefből egy darabot sem szeretnék. Return. Fél másodpercenként Cheffler dobál. Egy gombnyomásra, addig amíg tart a menü, vagy a program. No. Közben az U27-em az megjelent itt, illetve el is tűnt itt. Ami nem baj, mert utána megyünk egy kicsit. Jelen pillanatban a módok választása, ugye R2R-t benyomom, és akkor az első fegyvert, amit ő úgy érez, hogy az első stationen van, az be is rakja nekünk, ami jelen pillanatban az AIM-9. A fegyverek között a Select Sparrow, Select Sidewinder, Select Gun és Select MRAM gombokkal Left Shift D, X, S és W lehet válogatni. Ha már itt vagyunk, ugye ezek is érdekesek lesznek, ők a Sensor Control Aft, Forward, Left és Right. Ugyanez a Right Alt és a pont veszőcske, meg a kettős, vagy a pontos vesző, meg a perjel. Miért érdekes ezek? Érdekesek ezek? Azért lesznek érdekesek, mert ezekkel a Sensor Select Switch-ekkel egyébként már működik az TDC axis, tehát így simán lehet slew-olni a dolgokat. Látszik, hogy egyébként amióta átmentem R2R módba, azóta nem egy bárban szkennel, hanem négyben. Na most ez a 4 bar scan, ez ugye úgy néz ki, hogy jelen pillanatban 40 mérföldre van állítva a radarom távolsága, ami azt jelenti, hogy ezt a 40 mérföldet ő magasságban 4 felé osztja, és 4-szer szkenneli le összesen ezt az egész légteret, légszeletet előttem, ami előttem van 80 fokos azimutban, ezt ő 4-szer szkenneli át. Miért jó ez nekem? Mert sokkal pontosabb képet kapok, hogyha sokan vannak, és különböző magasságokban, például, mit tudom én, van valaki a közepén az egésznek, a tetején van valaki, meg az alján, akkor én mindegyiket fogom látni, hogyha a 4 bár van kiselektálva, vagy legalábbis több, mint egy. Mert hogyha egy bár van, akkor eléggé előfordulhat, hogy pontatlan, vagy nem kapja éppen el, rosszul verődik vissza, vagy... Hát nem is az, hogy rosszul verődik vissza, ez hülye megfogalmazás volt, de a lényeg az, hogy 2 és 4 bár esetén többször szkenneli végig, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a frissítési sebessége gyorsabb. Tehát észre fogod venni hamarabb, hogyha valami változik. Jó? Na, az előbb beszéltem ugye arról, hogy magasság azt is lehet állítani a designatorra. Van egy pár dolog, amikor kiválasztom ugye az AIM-7-et. Van egy pár dolog, ami megváltozik itt is, meg itt nem változik semmi. Jó, először is ugye látom azt, hogy itt az a kis négyzetszerű, vagy fél négyzetszerű akármi, ez a célpontomat jelöli. A második dolog, ami változik, hogy egy nagy, hosszú vonal megy keresztbe, függőleges vonal megy keresztbe az egész radaramon, ott, ahol az ellenfelem van. És van benne egy-kettő darab vonal. Ez a két darab vonal, ez két dolgot jelent. Az egyik a No Escape Zone, a másik pedig az Air Max. Mivel az Air Max-ot már réges-rég elhagyta, és a No Escape Zone-ban belül van, ez látszik is itt. Itt ez a kis
PIPA-szerű, ez ugye nem, mint a CCIP vagy CCRP release-nél, amikor nyugati gépeken ugye ez fog menni visszafelé egészen a tetejéig, és amikor ugye középre ér, akkor, vagy tetejére ér, akkor van nyilván mellettünk a gép, tehát teljesen ott vagyunk mellette. Ez a minimum release, ez meg a NoEscape release, ez pedig az első dolog az, amit kell nézni, ez a nyilacska, ez azt jelenti, hogy felénk jön éppen a gép. A második pedig ez a gmount, ez pedig azt jelenti, hogy a jelenlegi konfiguráció mellett, nyilván most itt vagyunk nagyjából, de a jelenlegi konfiguráció mellett mi lenne az Airmax, tehát a legnagyobb távolság, amiről ki tudnám lőni ezt a rakétát, ami van. Jó. Befogtam az elemfelemet, nagyon közel vagyok, tehát a lock azonnal világít, amit befogtam egyébként mindig világít. A befogása amúgy a Target Designator, a TDC Designator Designate gombjával történik. Az Undesignate gombbal nyilván megfogom és hopp, visszajelöltem. És ugyanúgy azt tudom mondani, légy szíves, fogd be, hogy már ne a szádat, hanem őt. Ugye vizuálisan is segít azzal, hogy mondja, hogy shoot. Illetve itt, most pont nem látszik, mindjárt unpauzolom, és akkor látszik. Itt, hogyha már a NoEscape zónon belül vagyunk, tehát hogyha a Airmax és a NoEscape zón között van valahol, akkor csak simán világít a shoot, és villog az alatta lévő. Ha már NoEscape zónon belül vagyunk, akkor a shoot itt is villog. Most nézzük meg. Látszik, villog, villog, villog. Jó, hát akkor egy fene fogsz egy. Megy is. Így gyorsan meg is állunk. Nagyon szépen repül felé. Nulla TTG. Ez most azért van, mert idióta vagyok és túl közel engedtem el, de 1,2 mérföld range-ünk van egymástól, illetve tőlem ő 1,2 mérföldre van. 620 a combined velocity-nk, ami azt jelenti, hogy az ő meg az én sebességem egymás felé összesen. Itt alul kiírja, hogy 7M, az a 7, aim 7M típusú, és már csak egy darab van belőle. A 0 TTG pedig azt jelenti, hogy time to target, tehát a 0 másodperc múlva ér oda a célponthoz. Nézzük is meg, hogy tényleg nem volt 0 másodperc, se. Ja. No, ezt szépen lelőttük. Juhú, nem volt olyan nagyon nagy kihívás, hiszen nem volt fegyver rajta, ugyanis el akartam ezt mind mondani, és úgy elég bonyolult, hogyha közben lelő engem. No, jó, mit néztünk át? RVR-t átnéztük nagyjából. Igen, még valami RVR-rel kapcsolatban. Ha ide kirakom az RVR-t, akkor nem úgy működik, mint az összes többi. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valami itt belül van, ő a non-lethal range-ben van, ami azt jelenti, hogy nagyon messze van tőlünk. Ha valami a középső mezőben van, az azt jelenti, hogy nem bánthat minket. Tehát például ez az N betű, ez nagyon messze van tőlünk. Viszont, ha már olyan távolságon belül van az ellenfél, hogy tud ránk indítani, akkor a legkülső körben lesz található. Tehát pont fordítva működik, mint ahogy normálisan az ember gondolná. Jó, most itt látható az, hogy valamiért 8 fokon maradtam, és mint a hülye, szkenneli azt a 2.15-ös irányt, amerre megyek, és azt mondja, hogy már pedig én ott biztos, hogy valamit fogok találni. Ez azért van, mert a Designate gombbal gyakorlatilag nem kijelöljük a célpontot, hanem megmondjuk a radarnak, hogy addig szkennelj, amíg ott nem találsz valamit. És miután elvesztette a célpontot, tovább folytatja. Tehát ha én arrébb viszem a TDC-t, akkor a szkenn is arrébb megy. Mindig követi. Ezt úgy tudom visszavinni normálba, hogy megnyomok egy undesignated, ami visszaviszi a keratomat vagy a Q-mat, tehát ugye ezt a TDC designated visszaviszi a bal felső sarokba, illetve
visszarakja 140 fokos azimutba, és 4 bárba. Jó, itt ezzel ugye nyilván egyértelmű majdnem, aki nyugati géphez van szokva, 5 foktól 160, vagy bocsánat, 5 mérföldtől 160 mérföldig tudunk bármifélét csinálni vele, illetve addig tud mérni. Itt most látható is, hogy hát elég csúnya távolsága az a... Jó. Nagy jó. Elég csúnya távolság ez, úgyhogy 6000-től 82000 mérföldig tudok vele szkennelni magasság, vagy 6000-től 82000 lábig tudok vele szkennelni magasságban. Ez nyilván minél távolabb vagy, annál nagyobb, és minél közelebb vagy, annál kisebb. Tehát ha mondjuk egy 5 mérföldes zónát nézek, akkor ez már csak 3000-től, hát mondjuk, hogy földszinttől 8000 láb. És azért az nem mindegy, hogy ugye nyilván a radar az ugyanúgy működik, mint bármelyik másik gépben, tehát hogyha ez alatt vagy e fölött van a gép, nem fogom látni. Amit keresek az a gép, azt nem fogom látni bizony. Jó, még egy érdekes, vagy még egy dolog, ami miatt most újra fogom indítani ezt, hogy lássuk a GAN és az AIM-9, valamint a sensor switch módok, ami... Hopp! Hogy... No. Tehát látszik is, hogy ugye 29 és a 27 kontaktom, az nagyon messze van. Egész konkrétan 35 mérföldre, és ott még nincsen little range-ben. Tehát nem tudnék vele mit kezdeni. Addig a pontig, amíg nincs kiválasztva a fegyver, ugye ezt nem tudom, azt nem elmondtam, addig nem tudok keresni semmit sem. Berakjuk az EV-t ide. Ott van, messze van még. Csökkentünk egy kis azimutot, és ott is van. Így rögtön meg is találja. Úgy. És akkor ugye látszik most rendesen, hogy lock-on van, shoot-olni nem tudok, tehát hogy nincs shoot cue, viszont mindjárt lesz, mert azt mondja, hogy innentől kezdve nekem a maximum range-emben benne van. Úgy, viszont nem villog a shoot. Jó. Két dolgot fogunk még megnézni. Az egyik, ugyanez igaz AIM-9-re, csak van hozzá tón, és ugyanez igaz, lenne igaz AIM-120-ra, csak ugye nincs AIM-120-unk be készítve, még nincs kész a játékban. No, menjünk vissza mondjuk AIM-7-re, és nézzünk egy olyan dolgot, ami a Sensor Select Switch, ugye itt a kis diamond mutatja, hogy melyik szenzor éppen a szói. Fölmegyek. Nem megyek föl. Jó. Úgy. Igen. Tehát. Ez egy vertical scan mód, ez a sensor select down-nal lehet kiválasztani. Ez az, amikor ugye itt a 10 mérföldes körzeten belül, hopp, meg is találtam. Keresi a célpontokat, és meg is találja. Ez az, amikor így... Igen, most ezt el kéne mennem innen, úgy. Mert különben megint megtalálja. Ez a Sensor Select Up, amikor is ezen a karikán belüli célpontokat keres. Hopp, meg is van. El is vesztette, meg is van, el is vesztette, meg is van. CS 27. És akkor a Sensor Selectnek van 4 módja, a Boresight, az ACM, Vertical és a Wide Acquisition. VACQ mód, elvileg kéne, hogy működjön, amikor lerakom VACQ-ba, akkor ez a Wide Acquisition mód, itt elvileg, ha uncage-elem, nyomom a C betűt, akkor kéne, hogy tudjak
slowolni, de nem tudom, hogy miért. Mindegy, ez az ACM Air Combat Maneuvering, ugye, amit mondtam. Egész egyszerű. Ez a Vertical Scan, ez a Wide Scan, és akkor lehet visszamenni a normál módba, ami sima, idézőjelben sima mód. Tehát amikor csak a radarral szeretnénk pásztázni. Jó? És akkor már csak egy dolog van hátra, és nem leszek hosszú, remélem, ez a gun. Ugyanezt lehet egyébként, ez a ACM mód, vertikál mód, és VLCQ mód lehet gunnal is, ugyanúgy, semmi baj nincsen vele, bármelyik fegyvere lehet egyébként, tehát ugye ez a radar akvizisi módnak a különböző típusai, nem pedig a fegyveré, tehát nyugodtan lehet bármelyikkel bármelyiket kiválasztani. Mindegyiket lehet kombinálni. Jó? Nem sikerül? Nem sikerül befogni a célt? Hát akkor majd talán így. Úgy is van. Na, 9 mérföldről az ACM Air Combat Maneuvering mód az be is fogta a célomat. Ugyanez vonatkozik, mint ugye az összes rakéta, meg ilyesmire. Annyi a különbség, hogy itt a shoot akkor fog fölvillanni csak, amikor nekünk van egy úgymond gunfiring solutionunk, ami ott fönt, az a pici kereszt nekem mondja, hogy nagyjából hova kéne, hogy menjek ahhoz, hogy mögé kerüljek, ha jól emlékszem. Úgy is van. Húzunk neki egy erőteljesen. Gyönyörű gun kígyónk van. És hogyha rajta tartom az ACM combat módban a dolgot, lehet így is használni egyébként, tehát semmi baj nincsen ezzel. Lehet úgy is használni, hogy csak simán a gunt használod, és a szélességét megpróbálod megfogni dolognak, a repülőnek, ugye, de azt is lehet, hogy neki mész és semmit nem csinálsz. Szóval a viccet félretéve, close combat vagy air combat maneuvering módban ezt lehet használni ugyanúgy, mint egy flat módot, mint a vagy egy vertical scant az F-15-nél, és nyugodtan lehet befogni vele közvetlen közelről gunnal is a népeket. Nem kell ugye feltétlenül, hogyha az ember jó enélkül is, akkor lehet. Én szeretem használni, mert sokat segít. Ugye a shoot cue ugyanúgy megvan, mint a rakétánál. És a funnel segít, hogyha éppen nincs befogva, akkor vagy hogyha nem akarunk radart használni hozzá, akkor a funnel segítségével a két funnel közé szárny szélességet berakjuk, és onnan lövünk, és gyakorlás. Sok szerencsét mindenkinek. Köszönöm szépen. Aztán, hogyha majd még változik, ugye a 120C meg ilyesmi megjön, akkor majd még adok hozzá, és kiegészítem ezt a tutoriát is. Illetve, hogyha valakinek van valami, amiről megfeledkeztem, vagy amit szeretnétek tudni, akkor nagyon szívesen utána nézek, ha én nem tudom, és válaszolok. Sziasztok!